Az esküvői ültetési rend kialakítása sokaknak fejtörést okozhat. Ha szeretnél tippeket kapni arra vonatkozóan, hogyan érdemes összeállítani az asztalokat, ki hova üljön, akkor tarts velem! Szia! Köszöntelek ismét a csatornámon! Doszpod Monika vagyok, a megismételhetetlen pillanatok megörökítője. Ma arra vonatkozóan hoztam neked ötleteket, tippeket, tanácsokat, hogyan érdemes összeállítani az ültetési rendet, illetve az asztalokat hogyan érdemes elrendezni. Először is nézzük meg a főasztalt. Általában ez okozza a legnagyobb fejtörést, hogy vajon hány fős legyen és kik üljenek ott. Az ifjú pár mellett sokszor vagy az örömszülők ülnek, vagy pedig a tanúk. Hogyha a tanúkat szeretnétek magatok mellé ültetni, akkor lehet az, hogy csak ketten ülnek ott, viszont a családokat nem érdemes szétszakítani, ilyenkor illik odaültetni a párjukat is, ha van esetleg gyerekük, akkor őket is. Ha az örömszülőket szeretnétek, akkor pedig, hogyha az örömszülők még együtt vannak, ez a legkényelmesebb megoldás, akkor lehet őket ültetni, és így 6 fős a főasztal. Azonban, hogyha elváltak a szülők, akkor sokszor ebből kellemetlenség van, hogy akkor is maradjon 6 fős, hogyha esetleg valamelyik őjüknek van új párja, de ahogy említettem, családokat nem illik szétültetni, ilyenkor kellemetlenség van belőle, hogyha az egyik félnek az új párja egy másik asztalnál foglal helyet. Ebben az esetben inkább javaslom, hogy vagy akkor nagyon hosszú főasztalt csináljatok, és az új párok is a főasztalnál üljenek, vagy inkább hagyjátok el ezt, és legyen egyszerűen csak 2 fős. Egyre gyakoribb egyébként, hogy a főasztal csak 2 fős, és szerintem praktikus is. A főasztal kialakításánál nagyon fontos még, hogy könnyen körbejárható legyen, könnyen megközelíthető legyen, így a többi asztalt ne toljátok hozzá. Ha van már saját gyermeketek, akkor érdemes őt a főasztalhoz ültetni, mellettetek legyen a helye. Itt is azonban érdemes végig gondolni, hogy ti hogy szeretnétek, ugyanis, hogy esetleg a gyerkőc még nem eszik önállóan, és azt szeretnétek, hogy esetleg egyik nagymama vagy nagynéni segítsen neki inkább a vacsorába, akkor dönthettek úgy is, hogy ő inkább a nagymama vagy nagynéni mellettül, és a főasztal marad 2 személyes. Mindig azt figyeljétek, hogy nektek hogy a legkényelmesebb, és ti hogy szeretnétek, hiszen ez a nap rólatok szól. De menjünk is tovább. A következő, ami nagyon fontos lehet, hogy vegyétek figyelembe a terem elrendezését. Hol találhatóak a mosdók, hol van a konyha. Lehetőleg mind a két helység tőletek távolabb legyen, hiszen nem jó az, hogyha mellettetek sok ember folyamatosan járkál. Ugyan nagyon kevés időt ültök majd az asztalnál, de ezt az időt azért nyugalomban töltsétek el. Napjainkban nagyon divat a körasztalos elrendezés, valóban nagyon szép és mutatós az ilyen asztalok használata, azonban azt javaslom, hogy a főasztal ne legyen körasztalos. Láttunk már ilyet is, viszont ilyenkor az ifjú pár valakinek háttal ül, ami nem annyira praktikus, nem annyira szerencsés. Mondom ezt én, akinek az esküvőjén mi körasztalnál ültünk, azonban mi csak 30-an voltunk, így 3 10 személyes körasztalt kértünk, a miénk volt középen, az egyik oldalon ültek a rokonok, a másik oldalon a barátok. A mi asztalunknál pedig ugye a szűk család, a szülők, illetve a testvérek ültek. Így ebből kifolyólag mi pont nem ültünk senkinek háttal, ennél a kis létszámnál lehetett alkalmazni, de egy nagyobb társaságnál tényleg javaslom, hogy inkább tartsátok meg a sima téglalap alakú asztalt, és a többieknél legyen a körasztal, ha éppen ezt válasszátok. Ha az ifjú pár oldaláról nézzük, akkor jobb oldalt ugye a mennyasszony és az ő közeli rokonai, bal oldalon pedig a vőlegény és az ő közeli rokonai ülnek, és ahogy távolodunk, ugye a távolabbi rokonok, majd a barátok, kollégák ülnek. Én nagyon javaslom nektek, hogyha a terem engedi, akkor a szolgáltatóitok is ebben a teremben, ugyanebben a teremben helyezzétek el. Azért is praktikus, mert bár a beszédek után, a vacsora alatt nagyon kevés dolguk van, ők is tudnak nyugodtan enni, de ha mégis valami történne, amit meg kéne oldania mondjuk a ceremóniamesternek, vagy a vőfének, vagy a zenésznek gyorsan lejjebb kell venni a hangot, esetleg a fotós filmesnek meg kell valamit örökítenie, akkor erre könnyen tudnak reagálni, mint hogyha esetleg valamelyik más teremben vannak, vagy néha van olyan, hogy 3 teremmel odébb kapunk helyet, ez nem annyira praktikus. Családokat úgy érdemes csoportosítani, hogy egy-egy asztal 8-10, nagyon ritkán 12 személyes, vagy az is nagyon ritka, amikor 6 személyes, de általában ezekben a számokban tudtok gondolkozni. Ez
Ez igaz akkor is, hogyha körasztalról beszélünk, illetve hogyha téglalap alapú asztalokat nézünk, akkor is törjétek meg, tehát ne legyenek mondjuk 12 főnél nagyobb asztalok, hogy minden vendég kényelmesen be tudjon ülni, a pincérek is kényelmesen tudjanak járni. Érdemes szemem előtt tartani azt, hogy egy körasztal esetén a vendég nem tud beszélgetni csak a mellette ülőkkel, hiszen a nagy körasztalnál elég messze, főleg egy 12 személyes körasztalnál a szembe lévő vendégek már nagyon messze vannak, ezért, hogyha mondjuk szeretnéd egy kicsit jobban összehozni a vendégeket, akkor praktikus ezt a téglalap alakú asztalt megfontolni, hiszen ott nem csak a mellette ülőkkel, de a szemben ülőkkel is könnyedén tud beszélgetni. Az asztalok elrendezésénél figyelni kell a tánctér kialakítására is. Nagyon fontos, hogy ne legyen se túl nagy, se túl kicsi a násznéphez képest, és olyanban ne gondolkozzatok, hogy majd elbontjuk a vacsora után az utolsó két asztalt, és akkor lesz megfelelő méretű táncterünk, ugyanis ez nem esik túl jól a vendégeknek. Mindenképpen figyeljetek már a helyszín kiválasztásánál is, hogy a vendégeitek biztos kényelmesen elférnek az adott helyszínen, illetve ha csak egy kicsin múlik, akkor át kell gondolni, hogy hagyományos ültetési rendet választotok, vagy inkább a körasztalt nézitek ki, hiszen a hagyományos elrendezésnél sokkal több ember elfér, sokkal több asztal befér, mint a körasztal esetén. Tehát itt is lehet segíteni, hogy a megfelelő tánctér megmaradjon. A végső ülésrendet csak az esküvő előtt egy-két héttel, egy-két hónappal érdemes összeállítani, ugyanis ekkora derül ki, hogy pontosan kik jönnek el. Sajnos sokszor mesélik nekünk a párok a nagy napon, hogy aznap reggel mondta le valaki. A mi kis 30 fős esküvőnél is volt egy ember, aki nem jött el, és csak aznap szólt, hogy nem lesz ott. Szóval ebben kalkulálni kell, érdemes inkább a végére hagyni az ülésrend kialakítását. Fontos, hogy legyen egy ültetési rend a bejáratnál, hogy a vendégeitek könnyedén tájékozódjanak. Ide praktikus a teljes nevüket odaírni, ha esetleg lenne, főleg akkor fontos, hogyha esetleg lenne két azonos nevű a NASZ névbe. Ez egyébként megnyugtatja a vendégeket, mert úgy érzik, hogy fontosak, hogy őket várták és gondoltak rájuk. Az is nagyon praktikus, ha például erre a táblára felírjátok a szolgáltatóitokat, mondjuk akik ma értünk dolgoznak felirattal. Ennek biztos, hogy nagyon fognak örülni. Az is egy nagyon szép és kedves gesztus, ha nem csak a nevüket írjátok, hanem mellé írjátok, hogy pontosan milyen titulusban szerepelnek ott. Például Doszpont Mónika filmes, Sitkei Adrián fotós, Bohács Sopi vőfély. Érdemes arra odafigyelni, hogy tényleg azt írjátok oda, amivel valóban foglalkoznak. Így például egy ceremóniamester mellé ne írjuk azt, hogy vőfély vagy fordítva, illetve egy film vagy cinematográfus mellé se írjuk azt, hogy videós. Az asztaloknál már nyugodtan használhattok keresztneveket, csak keresztneveket, vagy esetleg beceneveket, de ha gondoljátok, akkor nem is muszáj ezzel foglalkoznotok. Tehát, hogyha nagy fejtörést okoz, hogy pontosan ki hova üljön, akkor az is lehet, hogy ezt az egészet elhagyhatjátok, csak asztalonként csoportosítjátok az embereket, az azonban jó tényleg, ha asztalonként meg van mondva, hogy ki hova üljön, mert azért ez könnyebbség a vendégeknek is, de asztalon belül már egyébként nem muszáj erre külön figyelnetek, hiszen egyébként úgy is lehet, hogy pont átülnek, mert mondjuk a nagymama mégis csak nem a fiával, hanem most kivételesen az unokájával szeretne beszélgetni, vagy akármi megeshet, és asztalon belül lehet, hogy így is úgy is átülnek a vendégeitek, úgyhogy lehet, hogy ezzel nem is érdemes foglalkoznatok. Mi például nem foglalkoztunk vele, csak asztalonként mondtuk meg, hogy az egyes asztalnál ugye a szülők, tesók ülnek, a kettes asztalnál a nagybácsik, unokatesók, a hármas asztalnál meg a barátok, és hogy azon belül ki hova ül le, az teljes mértékben rájuk bíztuk. Azonban, hogyha szeretnétek ültetőkártyákat készíteni, akkor itt hoztam pár példát, hogy miket lehet. Az ilyen ültetőkártyáknál praktikus visszaadni a meghívónak a mintáját, illetve az is nagyon jó, hogyha az ülésrend, az ajtónál kihelyezett nagy ültetőtábla, illetve ezek a kis kártyák grafikailag azonosak. Itt láthattok több példát is, azonban erről bővebben beszéltem egy korábbi videómban, amit becsatolok majd a leírásban majd megtalálhattok, a köszönő ajándékok mellett beszéltem külön az ültetőkártyákról. Készítettem számotokra egy kis segédletet, hogy milyen elrendezésre
berendezésekben gondolkodhattok, milyen különböző alapfajták vannak, ezek jó kiinduló pontok lehetnek. Természetesen, ahogy mondtam, fontos szem előtt tartani magának a helyszínnek az adottságait, de ez kezdetnek jó lehet. Ezt Facebookos csoportomban teszem elérhetővé, onnan tudjátok majd letölteni. Ha eddig még nem csatlakoztál, akkor most megéri. A leírásban megtalálod a linkjét, várunk ott szeretettel. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velem, bízom benne, hogy ezt a videómat is hasznosnak találtad. Ha tetszett, akkor lájkold, illetve ha eddig még nem tetted meg, akkor iratkozz fel csatornámra. A képernyőn megjelenik két videó, amik szintén segítenek a felkészülésben. Javaslom neked, érdemes megnézni. Találkozunk a következő videóban. Szia!